mivel ez a vírus nem friss, akármit mondanak, ez nem Wuhanba alakult ki. Tudjuk, hogy a PCR tesztek sok esetben fertőzöttek magával a koronavírussal. Tudjuk, hogy a tesztelés közben nem csupán RNS mintát vesznek, hanem mindenkitől begyűjtenek DNS mintát is, melyet talán egy központi adatbankban helyeznek el. A maszk nem véd meg, hanem megbetegedik, ez is egy megtöbbentő közlemény, hogy azok, akik a maszkot hordták, azok 85%-ban betegedtek meg, még a maszkot nem hordók, azok 4-5%-ban. Hogy a maszk hordása megbetegít. Bizonyos köröknek jól jön, ha mi megbetegszünk. Tehát maszk annak a szimbóluma, hogy mi bizonyos körök rabszolgái vagyunk. Tesztelik, hogy milyen mértékig lehet uralom alá hajtani, engedelmességre kényszeríteni a lakosságot, öngyilkosságot, a javag gazdaság tönkretételét, a családi és emberi kapcsolatok tönkretételét várják el azok az embereken keresztül, akik teljes meggyőződéssel elhiszik ezt a sok marhaságot a koronavírussal kapcsolatban. Szeretném, ha megértenék minél többen, hogy ez maga a harmadik világháború. Hát tulajdonképpen a koronavírus egy terrorcselekmény. Minden hatalom, minden gazdasági vagyontárgy, sőt még maguk az országok is szinte cégként egy szűk csoport érdekét szolgálják, és biztos eligazodási pontjaink, mint például kedvenc pártunk, kormányunk, hatóságok, intézmények, kedvenc orvosunk, szolgáltatunk, mind árulás révén most ellenünk játszik. Ha ön elhiszi, amit mondanak, akkor elveszett. De ezt megmagyarázom, hogy miért hazugság ez is. Nincs tehát súlyos járvány. Akkor mégis mi a fene történik körülöttünk? Hogy jobban megértsük, ahhoz jó, ha megnézzük azokat az országokat, ahol már a szörnyű forgatókönyvvel előbb járnak, mint nálunk. Ne felejtsük el, hogy a forgatókönyv szerint minden országban ugyanazt a menetrendet követik. Csak fáziskülönbségek vannak. Csak azért, hogy megértsék, mire megy ki a játék, nézzük meg, hogy épp mi folyik Ausztráliában, és mit szeretnének épp Kanadában jogszabályuk által bevezetni. Egyetemes alapjövedelmet adnak. Hú, de jó. Adósságot csökkentenek, vagy eltörlik. Ha? Viszont cserébe le kell mondjon örökre a magántulajdonáról, vagyonáról. Úgynevezett FEMA táborokat építenek szerte az országban, hogy a kötelező intézkedéseknek ellenállókat ott tartsák fogva. Akik megtagadják a részvételt, azoknak a lezárás végtelenségig fog tartani. Őket FEMA táborokba helyezik át, minden vagyonukat lefoglalják. Na, mindent forgatókönyvből adnak elő. Melyek ezek a forgatókönyvek? Rockefeller Alapítvány, Világbank, Világgazdasági Fórum, ENSZ, WHO, mindegyik írt egy forgatókönyvet. Ezeket sok évvel ezelőtt megírták. Ez nem összeesküvés elmélet, hanem az összeesküvés gyakorlata. És csak az nem látja, aki nem akarja. Föl lehet lapozni az interneten. Világban 2025-ig karantén tervez. Egyfolytában. Becsuknak bennünket, és 2025-ig ki se engednek. Tehát ha most bezárnak, akkor több évig ezt akarják, és nem hagyják abba. Az ENSZ forgatókönyve az emberek rabszolga sorsba kényszerítése. Az ENSZ 17 pontba sűrítette ugyanis, hogy mit kell elérni. Ennek a lényege, hogy megoldhatatlan nyomorba döntse az embereket, és tovább gazdagítsa a nagyvállalatokat. De a WHO is hasonlóan pontosan megtervezte előre ennek a járványnak az eseményeit. Depopuláció, genocidium zajlik 2025-re, megdöbbentő népességarányokat akarnak elérni. Csak hogy más ne mondjak, jelenlegi 81 milliós Németországból 31 milliót akarnak csinálni. Ami ugye 50 millió ember eltüntetését jelenti. Hová fognak tűnni? Első pontja 500 millióra redukálni a föld lakosságát. Magyarul 7,5 milliárd embert meg kell ölni. Az van odaírva 90 óta, és még senkit nem vontak felelősségre. Lefestették, próbálták eltüntetni, de bekamerázták, stb. A rendőrség védi. Nyilván szabadkőművesség tette, semmi gond. De ekszerint kell élni azért. Tehát ez már csak egy ilyen utómondás, hogy úgy fogadjuk el, az egészségügyet is arra használják, ami itt folyik az egészségügyben, most arról nem akarok beszélni, de a világon is mindenhol, tehát az emberi létszámnak a csökkentése. Magyarország jellemző, a világ tele van a világsajtó, magyar sajtó nem írja meg. Írt valaha a chemtrail magyar sajtó?
Pedig ha reggel kimegy mindenki, ott látja a csíkokat. És a chemtré megy, Alumínium vegyületek, bárium, stroncium, nehézfémek, stb. Terítik vele az egészet. Ezek úgy működnek, mint kis apró hengereket, úgy kell elképzelni, a teteje a hengernek alumíniummal van befedve, ezért a napfény hatására tud süllyedni, emelkedni. Ha süt a nap, melegszik, fölfelé megy, ha hideg van, akkor lefelé megy, utána leföl megy. És úgy gondolták, hogy ezt beszórják az egész eget ez. Vannak olyan hullámhosszok ezekben a gigahertzben, ami tudatmódosításra is képes. Tehát azért mondom, ha telefont mi ezt saját pénzünkön kifizetjük, megvetjük az 5G-s telefonokat, fölépítik ezt a rendszert, utána nem tudjuk, hogy aztán mire fogják tudni használni. Tudatbefolyásolást is lehet például csinálni. Például van egy ilyen hullámhossz, ahol az embert lehet agresszívé tenni. És az agresszivitás mindig két oldalú. Vagy fogja és megöl valakit, vagy pedig fölakasztja magát, mert maga ellen fordítja az agresszivitást. Mind a kettő előfordulhat. Amikor öngyilkosokkal találkozunk, nem tudjuk, hogy nem besugarazták valamivel, és nem azért lett öngyilkos. Olyan emberek is, akik 3 év alatt kaptak ez miatt a telefonok miatt agydaganatot. Tehát sose hordjanak, vagy ne használják így a telefont, vegyenek kihallgatót, vagy így. Ezzel ölni is lehet a modern telefonokkal, nem tudjuk, milyen hullámhoz jön. Rengeteg embert ismerünk, aki füléhez tett, és utána agyvérzés kapott, és stressz jött, és meghalt. Tehát ezt csak fülhallgatóval, vagy így távolról kinyitogatni, ne fordítsuk így a tetejét, mert akkor kétszer annyi jön errefelé, hagyd menjen arra. Vannak ilyen alapszabályok, be lehet szerezni olyan dolgokat, amivel lehet esetleges semlegesíteni. Ezt így Angliában gyűjtogatják, ugye a tornyokat döntögetik, ott egy kicsit bevadultak az emberek, de mégis az is érthető, tehát valahogy kell. Elektromágneses besugázásra a sejtekbe válthat ki olyan reakciót, hogy a sejtmagba olyan változásokat indít be, hogy vírusszerű részeket kezd el termelni. És az akár koronavírus is lehet, de ezt majd kielemezzük még később máskor. Tehát 2030-ra 10 megszületető gyerekből 2 lesz egészséges. Pont például az elektromágneses terek miatt. Meg az egyéb miatt az egészségügyben is, ami megy. Régen volt ez a rezonancia módszer, a Ralph, ki emlékszik, olvasta valaki, Ralphot nem? Nem, te se? Amerikába élt, szegényt kinyírták, egy orvos volt, aki olyan elektromikroszkópot csinált, amit ma sincs, hogy tudta a baktériumoknak az életét figyelni, mindent lehetett látni rajta, olyan nagy teljesítményű volt, és ő rezonanciával gyógyított. Tehát bakteriális fertőzést vagy tumort, 95%-os hatásossággal tudta a tumort pusztítani. És a gyógyszergyárak szétverették a rendelőjét, azt a mikroszkópját is, és utána szegényt meg is ölték végül is egy pár év múlva. Ez életkérdés. Ez mind a genocidium része sajnos, ami folyik a világon, meg Magyarországon is. Magyarországon, mint más országokban is, a médiák, ahonnan az ember a hitelességet, az igazságot, a hamis hírek kritikáját, az eligazodást várná, egy világméretű, egységes akaratot kinyilvánítva ugyanazt az indokolatlan pánikot gerjesztik. A céljuk, hogy ön rettegjen. Továbbra is szilárd szakmai meggyőződésünk, hogy nincs semmilyen az átlag emberek életét fenyegető betegség, csupán egy eltúlzott propaganda és a tudományostól nagyon eltérő kommunikáció, mely teljesen más célt szolgál, mint ami a járványügy vagy az intenzív medicina sajátja lenne. Nincs, és nem is volt tömeges megbetegedése járó járvány sehol a világon. Népirtás is folyik, ezt ki kell mondani. Tehát itt én évtizedek óta mondom, hogy nemzetközi szinten genocídium van. Tehát olyan dolgokat az élelmezésbe, olyan anyagokat tesznek ide, oda, olyat tesznek, amivel tulajdonképpen gyilkolják az embereket. És azt kérünk mindenkit, hogy a józan paraszti eszét használja, amikor hall bennünket.